Tovább folytatta szenzációs szereplését a nagy világversenyeken Harasin Linda. A Miskolci Swimming Pentathlon Klub versenyzője Litvániában az ifjúsági 5-tusa Európa bajnokságon az U17-es kategóriában bővítette tovább éremgyűjteményét. Csapatban és váltóban aranyéremmel zárt, egyéniben pedig a dobogó második fokára állhatott. A tehetséges miskolci fiatal sikerének értékét csak növeli az a tény, hogy nagy nemzetközi versenyen most mutatkozott be a lovaglás helyett bevezetett akadályverseny. Nagyon izgultam, mert ugye nekem is ez teljesen új volt, hogy így benne volt ez az új sportág is ebben az egészben, és én is úgy álltam oda a rajthoz, hogy nem tudtam, hogy mi lesz. Az elmúlt évekből Európa bajnoki aranyéremmel már rendelkező fiatal miskolci válogatott tehetség előző gondolata a most látható OCR, azaz az 5-tusába a lovaglás helyére bekerülő akadályversenyre, annak teljesítésére vonatkozott. Ugyanis a Litvániában rendezett ifjúsági 5-tusa Európa bajnokságon találkozhattak a versenyzők, és találkozhatott a nagy közönség is az akadályversennyel kiegészített új lebonyolítási renddel. Ám remekül alkalmazkodtak a magyar versenyzők ezekhez a változásokhoz, így a háromtagú magyar csapat tagjaként, majd Gyurka Hugóval párban, csapatban és váltóban is aranyérmes lett Harasin Linda, egyéniben pedig a második helyen zárt. Nagyon boldog voltam a végén. Így a bemelegítés ugye úgy van ebben az egészben, hogy előtte kell lebonyolítani mind a 4 sportágra. És akkor az OCR-rel kezdtünk, utána nagyon gyorsan át kellett menni úszni, és igazából nem is tudtam így gondolkozni közöttem, mert nagyon gyorsan jöttek így az események, és így nem volt idő izgulni közben. Hogy mi volt az a tényező az Európa bajnokságon, ami miatt egy hajszállal, de lemaradt az egyéni aranyéremről Harasin Linda, illetve hogy mennyivel volt más érzés számára, hogy immár esélyesként állt rajthoz a korosztályos Európa bajnokságon, ezekről is beszél az újdonsült aranyérmes a kedden látható sportmagazinban.